Köszöntöm a Moson Magyaróvár Televízió nézőit, a nyelvtanulásban állandó partnerünk, a Hatos és Társa Nyelviskola. A mai adásban köszöntöm Henc Katalint, a Moson Magyaróvári kirendeltségnek a vezető nyelvoktatóját. Köszönöm szépen Katalinnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, és arról is beszéltünk, hogy nem könnyű megszólalni egy tévéadásban, és nem könnyű nyelvvizsgázni sem. Katalin, hogyan kerültél kapcsolatba mondjuk a nyelviskolával, és mi volt a te személyes történeted a nyelvtanulások tekintetében, mikor kezdtél nyelveket tanulni, vagy nyelvet tanulni? Köszöntöm én is a tévénézőket. Hát a nyelviskolával most már 25 éve együtt dolgozok, Hatos Hajnalkával, és a nyelvtanulásom persze korábban kezdődött. A szüleimnek köszönhető, hogy egy olyan általános iskolába irattak be anno, a 70-es évek végén, ahol már volt német oktatás, természetesen oroszt is kellett tanulnom. És így kerültem a nyelvek közelébe, aztán a saját bőrömön tapasztaltam ennek az előnyeit. És az orosz nyelv az mennyire népszerű, illetve mennyire maradt meg készségszinten? Hát az készségszinten nagyon kevés maradt meg bennem. Mellette már tantam olaszt is, aztán egy kicsit az angolal is ismerkedtem, úgyhogy német és olasz szakos vagyok igazából. Melyik a kedvenc? Németet tanítom több óraszámba, de a kedvencem az olasz. Ezt meg tudom érteni. Ennyire elragadó nyelv, csodálatos, hát nem tudom, dallamisága van ennek az olasz nyelvnek. Esetleg tanítanak itt, tudok magyarul olaszt? Igen, igen. Van céges csoportunk is, illetve egyéni tanulók is vannak, illetve én Csornán is dolgozom, és ott is szintén. Na, beszéljünk akkor a Moson Magyaróvári lehetőségekről. Igen. Milyen fajta oktatást végez a Hatos és Társa Nyelviskola? Hát természetesen a fő profilunk a kis csoportos nyelvoktatás, használható nyelvtudást szeretnénk adni a tanulóinknak. Nagyon népszerű volt az idén már a páros, ez a tandem oktatás, párba jönnek a hallgatók, barátok, szomszédok, de ott is kialakítunk mi magunk is egy párt, és nagyon jól működik. Profi nyelvtanárok vannak, ez azt jelenti, hogy vizsgáztató tanáraink vannak, állandóan továbbképzettek a kollégáink, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. A kis csoportok 3-4 főt jelentenek, úgyhogy olyan nagy létszámra nem kell számítani. Mind a diákok, mind pedig a munkavállalók, a város lakosa, illetve a környékbeli nyelvtanulók szívesen járnak hozzánk. Hol van a nyelviskola itt Moson-Magyaróváron? A Jókai utca 1-ben, központi fekvéssel. Az iskola, ez a Magyar utcának a sarkán, jó a parkolási lehetőség, illetve közel van a buszmegálló. A vasútállomástól is elérhető, ott egy kicsit távolabb, de a buszjáratokkal megközelíthető. Van-e periódicitás az oktatásnak, tehát lehet jelentkezni bármikor? Bármikor lehet jelentkezni, vannak meghirdetett tanfolyamaink, ugye a nyári intenzív tanfolyamok az egy nagy kampány, aztán szeptemberben a lakossági tanfolyamok, amik hétközben délután zajlanak, de az egyéni páros oktatásra bármikor lehet jelentkezni. Nagyon rugalmasak vagyunk, mivel kis iskola, ezért a legfontosabb, egyik legfontosabb tulajdonságunk, hogy rugalmasan kezelünk mindent, és megpróbálunk mindenkinek az igényeit kielégíteni. Elmondtuk a kötelező dolgokat, beszélünk azért, hogy miért érdemes nyelvet tanulni. Szerinted, hogyha megkérdez, vagy el kell mondani a diákoknak, hogy miért tanuljunk nyelvet, akkor mit mondanál mondjuk egy tanulónak, és mit egy felnőttnek? Igen, hát akkor a diákoknak, ők már célzottan avval jönnek, hogy szeretnének több pontot elérni a továbbtanuláshoz, tehát ők mindenképpen a pontokért jönnek. Aztán a fiatalok és a fiatal munkavállalók már a használható nyelvtudás, van, aki a diplomáért, van, aki pedig azért, hogy esetleg külföldi munkahelyen Ausztriában jobb pozíciót elérjen, illetve egyre több olyan munkavállaló jelenik meg, aki már dolgozik pár éve mondjuk Ausztriában, de nem nagyon ragadt rá semmi, és nagyon zavarja. Úgyhogy én ennek személy szerint örülök, hogy nem telnek el úgy évek, hogy 10 évig kint dolgozik, és aztán utána még egy mondatot se tud összerakni. Úgyhogy a munkavállalók pedig tényleg, hogy mindennapjaikat megkönnyítsék, azért jönnek hozzánk. Szerintem személy szerint használható nyelvtudás, és ez egy nagyon-nagyon jó élmény, hogyha esetleg a megszerzett nyelvvizsgával felveszik arra a helyre, hova szeretne menni, külföldön megérteti magát, vagy egy munkavállaló előre tud lépni a munkájába. Ha már beszéltünk a diákokról, vagy éppen a fiatal felnőttekről, nem tudom, közoktatásban dolgozol-e?
Óraadó vagyok egy iskolában. Tehát, hogy nem elégséges az, amit a közoktatásban meg lehetne tanulni? Most egyszerűen a válasz, hogy nem, de akkor olyan... Szerintem kell az élethez az a kis plusz, amit a nyelviskolánk ad, illetve hát ugye a közoktatásban a nyelvvizsga nem a végső cél, ott a középiskolában az érettségi, viszont nálunk a nyelvvizsgákra fókuszálunk, illetve a munkavállalóknál használható nyelvtudás, speciális kurzusokat tudunk különböző szakmáknak nyújtani, amit azért ezt egy középiskolában nem. Na ezt akartam kérdezni, hogy mennyire az a cél, hogy nyelvvizsgát szerezzen valaki egyetem, miért fontos, hogy valakinek legyen nyelvvizsgája, vagy tényleg a használható nyelvtudás az, ami fontos? Hát ugye beszéltünk arról, hogy a diákoknak a többletpontok miatt, aztán aki Ausztriában, Németországban szeretne tanulni, ott elvárás és az egyik feltétel, amit teljesíteni kell, a munkavállalóknak pedig hát attól függ, hogy milyen szakmában dolgozik, szerintem mindenhol meg kell neki szólalni. Ott nem a pont, nyilván nem egy használható nyelvtudást, tudjon kommunikálni, tudjon a kollégáival beszélni, a főnökével, illetve hát, hogyha szolgáltatásban dolgozik, akkor természetesen a vevőkkel. Másfajta oktatás kell ebből a szempontból egy diáknak és egy dolgozónak? Mert azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy valaki egy munkahelyen, mondjuk Ausztriában meg tudjon szólalni, mint azt, hogy nyelvtani szabályokat feltétlenül pontosan tudni. Igen, hát természetesen a munkavállaló kommunikálni szeretne, pontosan érteni, kifejezni magát. A nyelvvizsgára felkészülőnek ott pedig a kért készségekhez kell jobb begyakorolni, azokat kell velük gyakoroltatni. Nyilván ott más a cél. Léteznek olyan szófordulatok, olyan kifejezések, amit mondjuk abszolút néhány órányi nyelvtanulással mondjuk használni lehet a munkavállalás során? Mondjuk természetesen. Németországban, igen, vannak olyan hallgatóink, munkavállalók, akik mondjuk csak egy állásinterjúra szeretnének felkészülni. Egy pár óra alatt előzetes nyelvtudással ezt meg lehet, mert ott őnekik stratégiákat adunk, amivel érvényesülhet, vagy akár el is tudja nyerni azt az adott állást. Tehát akkor tulajdonképpen nincs is mondjuk meghatározott óraszám, amit el kell végezni, akár én specifikus órákat is tudtam. Egyéniben nincs. Igen, természetesen az egyéni igényeket próbáljuk kielégíteni. Van olyan nyelvtanuló, akinek 10 óra tényleg elég mondjuk egy állásinterjúra, de van olyan munkavállalónk, aki most már a 30-40. Óráját járja, mert munkahelyet szeretne váltani, illetve országot is vált, és ő több órát vesz. De nagyon-nagyon gyorsan haladnak az egyéniek. Ők természetesen céltudatosan tanulnak, egyedül nem kell senkihez se alkalmazkodni, és az maximálisan igyekszünk az igényeit kielégíteni. Gondolom azért az időbeosztás sem mindegy a nyelviskolában, sőt a dolgozónak, iskolásnak sem. Mikor lehet menni órákra? Az egyéni tanulók azok rugalmasan, amikor a tanárral tud egyeztetni, a csoportok délután vannak, de mondhatom bátran, hogy 7:30-tól este 7-ig mi rendelkezésre állunk. Általánosságban miket szoktatok javasolni a kezdőknek, hogy hogyan tudják azon túl, hogy iskolában, vagy éppen pont nálatok az alapokat megszerezni, mi az, amivel még maguknak tudnak segíteni? A kezdő nyelvtanulónak én személy szerint szoktam a csoportot, vagy a párost, a kis csoportot oktatni, nekik sokkal jobb, ha látják, hogy olyanokkal vannak együtt, akik hasonló cipőbe járnak. Mindenféleképpen a diákoknak javaslom a rövid videók, az internet használatát, a munkavállalóknak is tudunk ajánlani olyan kisebb, rövidebb filmeket, tananyagokat, ami az interneten elérhető. Nagyon sokféle lehetőség van ma már, nem feltétlenül tankönyvhöz kötött a tanulás. Van-e korhatára a jelentkezésnek a nyelviskolában? Nálunk nincs. Kicsi gyerekekkel nem nagyon szoktunk foglalkozni, de általános iskolások, akik már írnak, olvasnak, ők már jöhetnek, és a felső korhatár sincs megszabva, vannak nyugdíjas hallgatók is. És a kicsikkel mondjuk mennek a szülők? Például van erre példa? Aki érkezik, az első alkalommal igen, vagy az első 2 órát ott üli végig a szülő, harmadik, negyedikes gyerekekkel végigüli, megvárhatja, és aztán utána már egyedül is ott marad. Azt lehet tudni, hogy melyek azok a szakmák, amikre leginkább felkészítettétek eddig a Moson-Magyaróvári nyelviskola tanulóit? Mik a népszerű szakmák, ahol kell? Igen, nagy érdeklődés van a betegápoló iránt, illetve a kereskedelembe eladók, a vendéglátásban dolgozó pincérek, szakácsok, szolgáltatásban dolgozók. Ezután van a legnagyobb kereslet.
Akár vannak ilyen speciális csoportok, akik erre fókuszálnak egy-egy adott mondjuk területre, ami egy-egy ilyen szakákhoz kötődik? Igen, hát mondom, a betegápolókra most nagyon-nagyon sokan jelentkeznek, és őnekik B1-es kötelezettségük is van kifelé, úgyhogy most a nyelvvizsga egy kicsit a B1-es iránt megünklott azért a kereslet, mert őtőlük a munkavállalók ezt kérik. Lehet, hogy ezekben a kategóriákban még mai adásban nem fogunk tudni belemenni, de mindenféleképpen sort kerítünk rá, és hogyha már viszont megemlítetted, akkor a milyen nyelvvizsga típusokat ajánl a hatos és társa nyelviskola, illetve mi az, amit milyen rendszerben lehet nálatok tanulni? A városi iskolába Goethe nyelvvizsgát bonyolítunk le, illetve Origo nyelvvizsgát, és akkor még a győri iskolánkban van Euro, ÖSD, ECL és gazdasági típusú nyelvvizsgák. Felkészítünk itt is tanulókat, hallgatókat azokra a nyelvvizsgákra, amit nem tudunk itt megrendezni, de természetesen a fő profilunk itt a Goethe és az Origo nyelvvizsga. Mi a különbség közöttük, vagy mi a jellemző a Goethe-re, mi az Origo? Origo az ismerős meg az én diákkoromban. Igen, ez a Rigó utca volt, a Rigó utca, de teljesen megindult, megújult ez a vizsga, teljesen más lett, egy nagyon felhasználó barát, és nagyon népszerű a diákokkal, felnőttek körébe is. A legnagyobb különbség, hogy még az Origo nyelvvizsga az kétnyelvű, a Goethe az teljesen egynyelvű. Köszönöm szépen Henc Katalinnak, a hatos és társa nyelviskola Moson-Magyaróvár 9 deltségének vezető nyelvtanárának, hogy elfogadta a mai meghívásunkat. Folytatjuk részletesebben a nyelvvizsgákkal a következő adásunkban, remélem akkor is velünk tartanak. Kollégáim nevében búcsúzom, keressenek bennünket a social media felületeinken, viszontlátásra, viszonthallásra.